Nagy szeretettel köszöntünk benneteket is, pallagó diákok, itt vagyunk a Grundon. És erről ma még lesz szó. De mielőtt benneteket meghallgatnánk, én szeretném átadni a szót Farkas Anna Mária osztályfőnöknőnek, aki átadja a tanulmányi díjakat. Kedves szülők, vendégek, pedagógus kollégáim és vallagó diákok. A tanévzáró ünnepély mindig arról szól, hogy egy picit számot adunk az eltelt 10 hónap eredményeiről. Nagyon-nagyon gyorsan eltelt, és nagyon munkás volt ez a tanév. Azt is mondhatom, hogy van mire büszkék legyünk, főleg a tanulmányok terén elért kimagasló eredményekért. Sorra fogom szólítani az osztály legjobb tanulóit, akik tanulmányi díjban részesülnek. Dicséretben részesül Krizsanovszki Viktor 9.47 átlaggal. Gratulálok! Következik harmadik díj Prekucivel 9.49 átlaggal. Korponai Albert 9.81-es átlaggal második díj. És az első tanulónk szint tiszta 10-essel Balázs Udo. Gratulálok mindenkinek, és sok sikert kívánok továbbra. Ilyenkor mindig, amikor a diákok elballagnak, elbúcsúznak, vagy akár tanévet búcsúztatnak, a tanárok is tanári díjakat adnak át. Úgyhogy szeretném mikrofonhoz szólítani kolléganőmet, Másztán Eliza tanárnőt, aki a matematika terén elért eredményeket fogja méltatni. A 8. osztályban mindenki a saját tehetsége és szorgalma szerint próbált felemelkedni a kérelmeinkhez, viszont két diák kiváló eredményeket ért el, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Én köszönöm a 4 évi munkájukat, dicsérem őket az Rényi Ilona matematika versenyen és az Erdélyi Magyar Matematika versenyen elért eredményeiért. Szeretném díjazni Balázs Udót és Korponai Albertet. Gratulálok tiszta szívemből, és ugyanilyen ügyesek legyetek továbbra is. Most pedig Veres Noémi tanárnő érkezik ide a mikrofonhoz, aki a fizika terén elért eredményekről fog beszélni. Köszönöm szépen! Díjazni szeretném azokat a diákokat, akik több éven keresztül részt vettek a MIFIZ fizika versenyen Kolozsváron. Ez egy országos verseny, és amikor hatodikosok voltak, akkor nagyon-nagyon szép eredményt értek el. Úgyhogy ide szeretném szólítani Balázs Udót, Korbonai Arbeltet, Prekuc Ivettet és Taharocki Áront. És hát vannak nekünk kiválóságaink, és vannak olyan gyermekeink, akik legyőzik a saját helyzetüket. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon büszkék kell, hogy legyünk arra a gyermekre, aki egy óriási dolgot vállalt, azt vállalta, hogy azért, hogy ide járhasson hozzánk, megtanul magyarul. Úgyhogy én nagyon nagy szeretettel gratulálok ehhez Márk Máriánnak. Gyere!
itt két leányunk, akikre úgy szintén nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Itt irodalomról van szó. Az egyik leánkvánk Juraskó Bea, aki az utóbbi időben elkezdett olvasni, és hogy ennek milyen hatalmas ereje van, és milyen hatalmas eredménye, az az ő teljesítményén kiválóan meglátszik, úgyhogy gratulálok nagy szeretettel be a gyerek! A másik leányom pedig egy olyan gyermek, akinek most engedem el a kezét, és ezt nagyon-nagyon büszkén teszem, méghozzá azért, mert látom benne a tehetséget, kicsit látom benne önmagamat, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, és nagyon szeretem azt, amit csinál, úgy hívják őt, hogy Prekuci Bet. És akkor van itt nekünk egy aranycsapatunk, egy olyan aranycsapat, aki ahányszor versenyzett, annyiszor nyert, akik nem csak a híres, megörökölt, kavos feladatot vállalták föl, hanem kiváló eredményeik voltak tantárversenyeken, helyesírás versenyeken. Úgyhogy én nagyon nagy szeretettel gratulálok a Medáliák Társaságának, a kicsi csapatának, Krizsanovszki Viktornak, Korponai Bertinek és Balázs Udónak. Nagyon jó, hogy helyet foglaltatok, ugyanis el kell, hogy mondjam, hogy a Scuola Parentis Egyesületnek van egy kiváló vállalása, amiben nagyon nagy köszönettel tartozunk Orzák Csillának és családjának, akik minden évben felajánlanak egy ösztöndíjat, ami diákjainknak, 10 diáknak biztosítanak ők ösztöndíjat, és hát nekik való köszönettel és a munkájukért való köszönettel szeretném átadni ezt a ma 3 odaítélt Scuola Parentis díjat ugyanennek a 3 legénynek, akiket várok ide ki. Köszönjük nagyon szépen! Most pedig szeretném felkérni az osztályfőnököket, hogy búcsúzzanak el diákjaiktól. Egy olyan speciális helyzet van most, hogy 2 oszi is búcsúzik tőlük, hiszen Levendula Flóra kolléganő nyugdíjba vonult, utána még itt volt közöttünk, most is itt van közöttünk, nagy szeretettel köszöntöm és örvendek, hogy itt van. És a búcsú beszédet Farkas Anna Mária osztályfőnöknek kezdte. Örvendek, hogy ma itt lehetek osztályfőnökként az életeteknek egyik legértékesebb pillanatában. 2 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, 7. osztály elején. És ha bár csak 2 évig voltam az oszitok, az együtt töltött idő mindig mély nyomot fog hagyni az életemben. Merem remélni, hogy számotokra is az itt eltöltött évek meghatározóak és elfelejthetetlenek lesznek, mivel hogy diáknak lenni az egyik legszebb dolog a világon. Megemlíthetem a sok rendezvényeket, tanórákat, kirándulásokat, a sok bolondozást, mind megörökítve vicces képekben vagy csoportos szelfikben. Ugyanakkor, ami talán ezeknél is fontosabb, hogy jóval közelebb kerültetek egymáshoz, barátságokat kötöttetek, amelyek talán kihatnak egész életetekre. Ne felejtsétek, hogy itt nőtetek nagyra, kisgyermekként érkeztetek ide,
és most serdülőként egyre inkább önállósodva, egy közösség tagjaiként vesztek búcsút tőlünk. Egyszer mindenek elérkezik a vége, és akkor búcsúzni kell. A búcsú nem egyszerű, de egy nemes feladat. Azért fontos, mert lezár egy időszakot, mely az élet egy szakaszát elválasztja a többitől. A bezáruló ajtótól azonban nem kell félni. Tudni kell az új irány felé fordulni, és meglátni a feltáruló lehetőségeket. Én sok sikert, erőt és kitartást kívánok a következő iskolai években, és bízom abban, hogy sikeresek lesznek. Kedves szülők! Köszönöm, hogy támogattak és segítettek, hogy együtt örventünk és bánkodtunk, mikor szót fogadtak, vagy lázadoztak. A szülői szeretet feltétel nélküli és önzetlen. Nélkületek ma nem lennénk itt. Köszönöm. Pedagógus kollégáim, köszönöm, hogy fáradtságot és tudást nem sajnálva, nap mint nap türelemmel és odaadással mellettünk voltak az elmúlt 4 év alatt. Befejezésül Arany János Domokos Napra verséből szeretnék idézni. Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállja. És tudod, az erő micsoda? Akarat, mely előbb vagy utóbb, te boros jelentőre. Köszönöm szépen! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm ma elsősorban a diákokat, volt diákjaimat, a szülőket, kollégákat, és még visszatérek a ballagó diákokra, és még szeretném eszetekbe juttatni, hogy 2014. szeptemberét írtuk, mikor találkoztunk először, ugye, és elindultunk a mi 2 éves kirándulásunkra. Én értékelem, és nagyon féltve elteszem az emlékeimet, és kívánom nektek is, hogy ugyanezt tegyétek, és hogyha lehet, csak a jó pillanatokra emlékezzünk vissza. Szeretettel szeretnék nektek még egy kis emléket a saját könyvtáromból átadni mindegyiketöknek, úgyhogy legyetek szívesek, és gyertek ide. Úgy, ahogy szólítalak, nem ABC sorrendben, először is Vivikém. Tarisztátok van, még belefér, úgyhogy útra való nagyon szívesen. Sok sikert. Udo. Kedvenc regényeim. Sok sikert. Berdi. Még egy könyv, ugyebár. Könyvtár. Az otthonban nem hiányozhat egy könyvtár, úgyhogy még egy ilyen hozzájárulok én, és köszönöm szépen. És sok sikert. Aaron. Sok sikert. Viktor. A little bit of English for you, please. And success. Ray. Ide tudsz jönni, vagy? Jöjjek el ébben. Nagyon vigyázom, hogy olyan létszik. Sok sikert. Dave. English too. Success. Becca. Petra. Egy kis történelem. Sok sikert. Dávid. Sok sikert. És nem utolsó sorban Bea. Köszönöm szépen.
sok-sok sikert. Mark? Ez egy kis román, úgyhogy Tedeszkócs szenszégura. És szeretném igazgatónőmet is megprezentálni egy könyvvel, amit dr. Váradi Jenő. És légy szíves, kövesd az aranyútot. Nagyon szívesen. És kolléganőmnek, Anna Máriának, és nagy szeretettel sok sikert kívánok továbbra is, sok generációkat. Köszönöm a szülőknek, hogy segítettek a két évben keresztül. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok! A következő dal a régi oszínnak, Flórának fog szólni. Köszönöm szépen! Ezelőtt 4 évben ezt a forgatókönyvet engedjék meg, hogy felolvassam.
reducidat negyedikes kislány nevelő, amit negyedik osztály végén kaptam, és megmutatnék, hát ez a pacs, amit a tele van ilyen szerelmes sötétkel, meg szívecskékkel, de a legfontosabbakat mutatom csak. Negyedikes gyerekek, tanítói célod soha nem feledted, hiányozni fogsz, szeretünk. Megérte ezért éjjel háromtól még sokat minden tanciban levelezni, amikor feladatlapot írtunk és cseréltünk. Megérte készülni, megérte ezeket a gyermekekért időt, energiát nem sajnálva dolgozni, mert százszorosan visszakaptam a szeretetet, az eredményeket. Amit egy ilyen bocsánat kérő szívecske, nincs aláíró, nem tudom ki írta, de az van rajtam, hogy riadtanci, bocsánat, hogy nem hoztam ezzel, nem tudom mit, és nem tudom ki. De az volt a szenzációs bennük már akkor, hogy bevállalták, akármit csináltak. Tehát olyan nem volt, hogy ki csinálta, és nem én, ahogy a gyerekek általában, hanem ők bevállalták, és mindig kaptam a katedrában egy bocsánat kérő levélkét egy ölelés kíséretében. Nagyon szeretünk riadtanci, ebből aztán rengeteg van. Emlékszem, bocsánat, hogy eltalálok nektek. Emlékszem, hogy Viktor a kapuból is visszafutott, hogy megöleljen, ha elfelejtettem. És Rebekával is van egy olyan emlékünk, hogy otthon a rajmon nagymamája nem talált valamit, és azt mondta, hogy hívjuk fel Rebekát. Mert hogy Rebeka volt az ilyen elvezett találkozók megkeresője az osztályban, és azt hitte rám, hogy ez egy olyan szolgáltatás, hogy nem van a szemüvegét is előkeres. Itt van a negyedikes albumunk, majd aki kíváncsi rá a végén, hogy megnézheti. Ez egy ilyen rendhagyó album, paparazzi fotóból összeállított az összes tevékenységünk, szívünk, lelkünk és a gyerekek üzenetei benne vannak, ettől talán értékesebb, ők írtak nekem bársor. És most átadom a szót a következő generációnak, akik szeretnének pár idézettel kedveskedni nektek. Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban, és nagyon-nagyon büszke vagyok átok. Nem nevezek meg senkit, mert mindenkivel nagyon-nagyon. És Udo, engedd meg, tehát bocsánat, nem kivételezni akarok, de ő az, aki tényleg így kezdte az első osztályt, és így fejezte be a nyolcadikat. És mindenkinek külön-külön köszönöm a sok élményt, amivel részt.